tököli. Két ember közül játssza ki a labdát. Újabb lehetőség, megemelt labda, 3-2. Lázok a gólszerző. Egy percen belül kap kettőt a Győr. Nagyon-nagyon okosan csinálta Lázok. Nem erőből lőtte, látta, hogy kint áll Stevanovic a kapujából, lágyan alá pörgetett, és kiszolgáltatott helyzetben volt a Győri Eto kapusa. Tököli, rá ketten próbáltak ügyelni, szépen lekészítette le, játszott a szélre a labdát oldalra. Lázok fölnézett, fölmért a terepet, és az ötösön kívül álló Stevanovic fölött átemelte a labdát végül 16-ról. Hát meghozta tényleg a kedvét a Paksnak a szépítő gól, és ha az meghozta a kedvét, a játék kedvét Šivić együttesének, akkor ez még inkább meg fogja hozni.